Hát, kedves nézők, nemrégiben módon volt közönség előtt beszélgetni Egerben egy úrral, egy íróval, Egressy Zoltánnal. Talán emlékeznek, hogy ismerik a Portugál című darabot, hogy a sok közül csak egyet említsek. Aztán egy hölgyel, aki szobrász, Törökországban él, mindenhol, ahogy mondták, telehintette szobraival az európai és nem európai városokat. Az érdekessége a dolognak az, hogy körülbelül olyan 20-30-40 tonnás kőtömbökből farag ő saját kezüleg. Ő is itt lesz, és bemutatunk egy zenészt, akiről azt szokták mondani, hogy zeneközelítő, és egyúttal a zenét szolgáltatja az Ágoston Quartet, még egyszer mondom, nem Quartet, hanem Quartet. A beszélgetés szerkesztett változata következik. Íme. Ha valaki látta a plakátot, akkor ennek a mai estének a mottója, úgy is mondhatnám, az elvágyódás. Legutóbb az őszinteség volt, most az elvágyódás. Azt hiszem, hogy egy íróember, most hagyjuk a verseket, meg a regényeket, meg a drámákat, mindent, maradjunk abban csupa nagybetűvel, hogy íróember. Ha valaha az elvágyódásra visszhangozunk, ha valaha az elvágyódásra gondol, akkor milyen lehet egy elvágyódás? Lehet egyszer térben, gondolom, és lehet egyszer időben. Mert ugye térben hova lehet elvágyódni? Na, egy másik bolygóra, egy másik városba, valahová, akárhová, és már a Portugálhoz is eljuthatunk éppen Portugáliába. Időben pedig, ugye hát nyilvánvalóan nagyon sokuknak álmában is már eszébe jutott, hogy de szeretnék egyszer megint, nem tudom, a középkorban élni. Van egy történész haverom, mindig azt mondja, hogy a reneszánsz idején akart élni, meg a reformországgyűlések idején, és akkor időben elképzelünk egy jövőt. És most jön, amiért ezt az egészet én elmondtam, ha én azt mondom neked, mint nagyszerű írónak, József Attila díj, van még egy díjad, ugye? Szépernő. Igen. Szépernő, igen. Szóval én azt mondom neked, hogy Csehov, akkor melyik város jut eszedbe? Hát mondanám, hogy Irgács és Budapest, de hát Moszkva persze, de tudom, miért kérdezem. Moszkva, hát igen, hát itt tartunk a dologban, hogy itt van az alappélda, Csehov, elvágyódnak a három nővérben. Moszkva, 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 az az egész elképzelt elvágyódás. Na most Portugáliába is elvágyódik ez a drága jó ember. Neked vannak ilyen elvágyódási gondolataid? Hát amikor én ezt írtam, ez 97-ben volt, tehát tizen sok évvel ezelőtt, akkor biztos voltak, mert az ember bármilyen történetet ír le egy papírra, vagy egy számítógépre, azért mégiscsak valami foglalkoztatja, tehát valami miatt talál ki egy történetet, vagy egy ilyen modellhelyzetet. De szerintem ez a dolog, ez egy ilyen, túl van azon, hogy engem mennyiben érint. Tehát ez az elvágyódás, ez a mindig máshol jó érzés, vagy annak a képzete, vagy képzelete, hogy máshol jó lenne, vagy máshol jó lenne. Jó. Ez szerint, igen, ez szerintem egy ilyen általánosabb emberi dolog. Aztán persze vagy eljut oda az ember, hogy minden belül van, és igazából a megváltás is, tehát tényleg egy fizikai eltávolodással az ember megpróbálhatja megoldani a dolgokat, ez nem szokott sátába sikerülni, de én még nem jutottam el idáig, úgyhogy én még azért szeretek utazgatni. Az odák rendben van, amikor egyszer azt mondtad, hogy ugye megvannak a drámák, megírtad, és akkor valahogy úgy fogalmaztál, hogy az én drámáimban a szereplőim, a hőseim mindig nagyon-nagyon akarnak valamit, de aztán az baromira nem sikerül elérni. Mert ez is egyfajta elvágyódás, nem?
Igen, ezért lesznek tragikomédiák az én darabjaim, anélkül, hogy én azt akarnék írni, mert tényleg van ez a kettőség, hogy ez az egész dolog, ez felőlük nézve egy tragikus, kívülről meg komikus. Tehát ez valahogy így szokott sikerülni. Nem azt mondom, hogy minden darabomra jellemző, de általában van egy ilyen nagy nekifeszülés, meg nekibuzdulás. Az egyébként színdarab esetében nem olyan nagy baj, mert indulatokat, meg akaratokat kell ütköztetni egymással a dialógusokon keresztül. És akkor hát az összeütközés meg a konfliktus az többnyire abból fakad. Nem is feltétlenül szereplők között van, vagy nem csak akkor, hanem saját maga, tehát az elképzelt cél meg a megvalósulás között sokszor. Szoktál káromkodni? Szoktam, de nem jellemző. Ki látta a Portugált? Bravo! Ha valaki nem látta, akkor olvashatja is, mert hogy megjelent ez már korábban is. És egészen furcsa, nem is azt mondom, furcsa, olyan nyelvezete van, és aki látta, hallotta, olvasta, nagyon jól tudja, ami tényleg, hogyha az ember bemegy egy falusi kocsmába, vidéken, akkor ez így van. Most elnézést kérek, én nem akarok itt semmiféle rosszul hangzó szót mondani, de ha nem jártál volna kocsmában, akkor nem hiszem, hogy meg tudtad volna írni így a portugált, ahogy megírtad. Mert ott van, kérem szépen, tudják, alanyállítmányban meg, hát ez van, és akkor megjön ott az asszony, akinek, nem tudom, minden második mondata úgy kezdődik, kifütyüljem, nem merem mondani, szomat. És akkor ez egy olyan csodálatos életkép, ami tényleg, aki lakott vidéken, lakott falun, ezt átélte. És amikor a portugál született, akkor ez most tényleg nem egy álkérdés. Hogy született meg a fejedben? Hát a szereplők születnek meg általában a fejemben először, meg egy közeg, tehát ez esetben egy kocsma, ahol játszódik, és a történet az mindig a legutolsó. Egyébként pedig azért volt furcsa kérdésed, hogy én mennyit szoktam el káromkodni, mert tehát most egy picit akkor másra válaszolnék ennek kapcsán, mégpedig arra lehet, hogy meg akartad ezt is kérdezni, hogy nagyon nagy előszeretettel szokták azonosítani az írót mindig a szereplőivel, vagy a főszereplővel, vagy nem tudom, az adott darab, vagy regény, vagy novella. Kocsmában játszódik, így áll, csak egy kis vörösbort. Ilyen finom bor nincs kocsmában. Egerben vagyunk. Na, egyébként pedig én Budapest belvárosában nőttem fel, ez pedig egy falusi kocsmában játszódik, tehát ilyen értelemben nem önéletrajzi ihletésű a dolog. Meg hát annyiféle helyszínen játszottak már nekem történeteim, hogy ez lehetetlen is volna, hogy ezt mind megéltem volna ezt a dolgot. Hát azért a képzelet az egy fontos dolog egy alkotó ember esetében, de nyilván beépülnek hallott vagy tapasztalt dolgok, persze. Tartotok annyiféle formáció és annyiféle együttes után, amelyekben te játszol és játszottál, mert azt nyilatkoztad, hogy olyan vagyok, mint a színész, egyszerre több darabban is játszom. Na most hány darabban és hol játszol? Az az igazság, hogy az elmúlt hónapokban leginkább mint zeneszerző éreztem jól magam. Egyrészt itt a Cigánybáró című darabnak a zenéjét én írtam, amit a Egri Gáronyi Géza Színház bemutatott nemrég, és ez egy nagyon nagy munka volt, és ennek nagyon örültem, mert egyrészt úgy érzem, hogy egy olyan szintre léptem, ami után már csak feljebb lehet jutni, és emellett kevés időm volt arra, hogy mondjuk a zenekarokkal foglalkozzak, úgyhogy most azt mondom, hogy vissza szeretnék térni a zenész léthez, és a következő hónapokban pedig zenészként fogom folytatni az életemet. Bocsánat, azt mondod zenekarokkal,
akkor ezt nevesítsük, ha már ilyen szépen így megfogtad a Shure mikrofont így közelről. Igen, igen. Hát, jó néhány van. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy most januárban játszhatom ismét Frank Londonnal, a New Yorki trombitással itt Budapesten. Nagyszerű fellépés volt annak idején vele. Jó néhány ezren voltak ott, ugye? Hát a Műpában történt a koncert, igen, az nagyon jó koncert volt, azóta volt egy New Yorkban, és akkor most a budapestiek is hallhatják ezt a koncertet, illetve ennek lesz majd folytatása Párizsban és New Yorkban ismét, úgyhogy ez a következő cél, hogy ismét visszaállni arra a szintre, hogy a Frankkel boldogan töltsük ezt az időszakot. Az előbb már beszéltünk itt az elvágyódásról, most talán furcsa hangzik, de a zenében is elképzelhető elvágyódás, hogyha valaki ismer, vagy nem ismer téged, talán az is egy elvágyódás, hogy hát ugye vannak zenészek, megtanulják annak idején a zeneiskolában, elkezdenek hegedülni, vagy zongorázni, vagy bármit, és akkor jön egy ilyen művész, aki szaxofon, meg klarinét, és emellett én most nem sorolom el, hogy hány félét próbálsz, hányféle műfajt, a cigányzenét, a klezmert, a jazzt, hát a magyar nótát azt nem mondom, és nagyon-nagyon sok mindent, és kitalálsz mindenféle olyan stílust, amiről talán nem is hallottak. Szóval erre szokták azt mondani, hogy sok oldalú művész, de hát hiába forognál, annyi oldalat talán nincs is, hogy bejöjjön itt a broken etro, meg mit tudom én, az agrár pop, meg ilyenek. Szóval honnan jönnek ezek a dolgok? Mármint az egyik zenekarodnak éppen a műfaji ismertetőjét próbáltam itt elemezni. Hát, szerintem egy gyerekkoromból jöhetnek ezek a dolgok. Igazából az, hogy van egy ilyen mérnöki vénám, keresgélés, kitalálás, építkezés, valami újnak a létrehozása, ez egy ilyen eredendő dolog. Úgyhogy tegnap is gyakoroltam, még nem kitaláltam valami teljesen újat. Csak üzecsin. Csak köszönjük, Deri. Ez azt jelenti, hogy jól nézel ki, szép vagy. Jól mondtam? Jól mondtad. Na, szóval azért mondtam, hogy itt Egerben, és az egriek tudják, hogy megcsináltad Magyarországon és Egerben az első szobrodat, generációk, ott, amerre születtél is, vagy laktál, azt hiszem, ezt régen valami Csebokszárinak hívták, ugye? Így van, én még most is így hívom. Miért? Most hogy hívják? Hát északi lakótelep, ha jól tudom, ez a hivatalos neve. De ott, ahol a szobor van, az nem valami fény? Most már a nemzedékek tere, de a fényszobor helyére. A fényszobor helyére. Na most, ki látta már ezt a szobrot? Örülök neki, hogy ennyien, most akik nem látták, azok nem tudják elképzelni. Szóval itt van egy törékeny csaj, már bocsánat. Annyira nem törékeny. Ne haragudj, aki azt mondta mindig magáról, hogy férfiként kell dolgozni, és mondjuk olyan 12 órát dolgozott naponta. És akkor, amikor ezt a szobrot, pályázat volt, ugye egy csomóan pályáztak, ezt te megnyerted, és nem tudom, csodálkoztak-e azon, amikor te a pályázatodat beadtad, hogy egy 40, nem hülyeskedek, 40 tonnás kőtömbből, amit még a románok se tudtak megcsinálni, pedig ők sok mindent meg tudnak csinálni, 2x20 tonna lett, és akkor ebből, hogy van a klasszikus, lefaragni a felesleget, és akkor ott van a... 26 tonna lejött sajnos, nagyon sajnáltam. Na de hogy fogadták ezt Egerben? Egyrészt azok, akik a pályázatot elbírálták, másrészt azok, akik ezt se tudták képzelni szerintem, hogy a generációk, hogy ebből a hatalmas nagy kőtömbből, hogy lesz ebből szobor? Hát a legtöbben ugye azt se tudták elképzelni, hogy ez megtörténik. Aztán ugye eljutottunk addig, hogy eljön a pillanat, hogy faragok. Nagyon sokan követtek engem már mindenfelé interneten, faragok én már egy jó ideje. Igazából az volt a furcsa, hogy most nem fotókon meg videókon láttak az emberek, hanem azt mondták, hogy te piszkos vagy. És hát miután túlestek ezen a traumán, aztán jött az, hogy meg kellett barátkozni azzal, hogy a szobor le van rakva. És akkor, mikor hazahoz a sors, akkor mindig elmegyek, megnézem, hogy egybe van-e még. Na, akkor itt álljunk meg egy pillanat, amikor hazahoz a sors. Itt kezdődik, mert ugye a mai témánk, ahogy már szó volt róla a korábbiakban is, az elvágyódás. Amikor téged hazahoz a sors, akkor az azt jelenti, hogy közben már bejártad szinte az egész világot, és ahogy nem is a kritikusaid, zenében szokták azt mondani, hogy a rajongóid mondták azt, hogy több tonnás szobraival teleinti a világot, és ez nem is túlzás, hiszen minden földrészen szinte előfordultál. Ám de nem véletlenül
kezdtem én ezt azzal törökül, hogy törökül, és majd amikor befejeztük, akkor az lesz, hogy a güle-güle, ugye, hát ami a viszontlátásra. De Törökország és a török vonal az elvágyódásból jött? Hát igazából azért jött, mert itthon ugye nem volt helyem akkor abban a pillanatban, tehát nem találtam a helyem. És, mikor? Sok évvel ezelőtt mindig kérdezték tőlem, hogy melyik az az ország, ahova legszívesebben mennél élni, és én mindig mondtam, hogy hát Magyarországon szívesen élnék, csak itt szinte lehetetlen szobrászként megélni. Ezért egy olyan ország, ami hasonlít a magyarokhoz, Magyarországhoz, az Törökország. A kaja is nagyon jó. Ezért gondoltam, hogy oda megyek, és mivel itthon nem vettek fel doktorira, ezt sokan tudják, ezért végül is oda kerültem. Gondolom, sok mindenből faragtál, nem mindegy, hogy milyen. De ez egy irtózatosan nehéz munka lehet, mert gondolom, egy homokkőből nyilván könnyebb faragni, mint egy gránitból. Ezt te hogy választod ki? Vagy pedig megrendelésre van a dolog, hogy megadják az alapanyagot, és abból kell valamit csinálni? Adott ország, adott köve. Litvániában gránitok vannak, ezért gránitot faragunk. Mondjuk Németországban, Csehországban homokkő van, nem szeretem a homokkövet különben, túl puha. Túl puha. Egyszer vágtam bele a térdembe nagygéppel, az ott volt, tehát hogy kifut belőle a nagygép, nem szeretem. Úgyhogy én nekem a kedvencem végül is a márvány, de a legjobb szobraim gránitból vannak, dolgoztam már andezite mindenfélével, de végül is hát nem ugyanaz kő és kő, de olyan, mint egy új pasi. Mondd ezt még egyszer? Pont olyan a kő, mint egy új pasi.